Jó estét kívánok azoknak, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Napirend után megbeszéljük mindazt, ami a múlt heti testületi ülésen történt. Sőt, lesz napirenden kívüli témánk is, az a per, amit most első fokon megnyert Budaörs az állammal szemben. Ma este a stúdióban itt van Simándi szerint BFS képviselő, Jó, Jó estét kívánok. kívánok. És Löffler Dávid Fideszes képviselő, Jó estét a Fidesz frakció vezetője. Jó estét kívánok! Kezdjük tehát ezzel a perrel. Az ítélet lényege az az, hogy az állam nem vonhat el pénzt Budaörstől a saját bevételeinek terhére. Most 750 6 millió forintot ítélt meg a fővárosi törvényszék, és azt mondta, hogy ez az áprilisig történt elvonás, májustól az év pedig majd januárban hoz egy döntést, nagy valószínűséggel ugyanígy dönt, hiszen az ítéletnek a, 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 a határozati része az ugyanaz csak az összegszerűség változik majd meg, de ez egy elsőfokú ítélet, tehát nyilván lesz majd egy másodfok. De ha ez jogerősé válik, akkor gyakorlatilag azt mondja ki, hogy a saját bevételek terhére nem lehet pénzt elvonni. Már pedig Budajos az államtól gyakorlatilag gyakorlatilag egy fillért sem kapott. Magyarul nem, hogy az állam 2,1 milliárd forintot nem vonhat el Budaörstől, hanem még azt a nagyjából 800 millió forintot sem, amit korábban Budaörs az iskoláira költött. Ha pedig ez így van, akkor gyakorlatilag Budaörs anyagilag legalábbis nem, hogy vesztett volna, hanem nyer az iskolák államosításával, hiszen ez a pénz is itt marad a településen. Jól értelmezem én? Azt hiszem ez a példa is jól mutatja, hogy mennyire átgondolatlan volt ez a, ez a törvényalkotás. Ugye jól tudni, hogy tavaly nyáron úgy nyújtották be ezt a módosítót a költségvetéshez, hogy gyakorlatilag fél órával éjfél előtt, egy bizottsági ülés előtt, és pár nappal később már törvényt is alkottak róla, ugye megszavazták a költségvetést. Itt nem csak ez a gyorsaság az, ami, ami nagyon gyanús, hanem maga az is, hogy ugye az önkormányzati törvény egy kétharmados törvény, a költségvetés pedig feles törvény, tehát már eleve szembe megy azzal az alkotmányos elvel, amit az alaptörvény is rögzít, hogy ugye kétharmados törvényt értelemszerűen nem lehet feles törvényjel ö, felülírni. Ö, abból a szempontból is átgondolatlan ez a törvény, hogy ö, Ugye minden mindenfajta egyeztetés, amit kötelező lett volna elvégezni, uh, uh, mielőtt megszavazzák ezt a törvényt. Itt uh, ugye a minisztérium, uh, a miniszter titkosította azt, hogy volt-e egyáltalán ilyen egyeztetés. De nem hát, volt, és mi nem tudunk róla. Mi nem tudunk róla, nem tudunk róla. Az volt a, a az államvédőjének az álláspontja, hogy uh, hogy mivel ugye titkosítva van ez a tény, ezért ez, ez nem is játszhat szerepet ebben a perben. De ugye semmilyen fajta hatásvizsgálat sem készült, tehát úgy szavaztak erről a, a képviselők, hogy, hogy ennek az érdemi hatásairól egyáltalán nem tudhattak semmit. Ami Buda illeti... Ott viszont ugye nem csak arról van szó, hogy egy teljesen kiszámíthatatlan és, és ilyen sebességgel azonnali döntés született, hanem az is, hogy jelentős pénz elvonással jár. Budayos eléggé sokat költött az oktatásra, ez már évtizedek óta a hagyomány. De, de akár hogyha a BFV választási programjait nézzük, ott is alapvetés mindig az, hogy ha valamire szeretnénk költeni, akkor az az oktatás legyen erre. A jövőben is meg fogjuk találni a módot, úgy tűnik, hogy szükség is lesz rá, hiszen nem csak arról van szó, hogy elvonja ezt a pénzt az állam, hanem arról is szó van, hogy a minimális karbantartásokat sem akarja végrehajtani az állam. Könnyen lehet, hogy mégis Buda kell, hogy a továbbiakban is ez kipútója, de ennyire nem is mennék előre, most maradjunk a pernél, az mindenféleképpen egy nagy eredmény, hogy, hogy első fokon, ez a döntés született, ez egy győzelem budajosnak, és azt reméljük, hogy, hogy, ez meg is fog maradni így. Ön képviselőként hogy vélekedik erről az ítéletről? Nehéz egy ilyen folyamatban lévő perről nyilatkozni, ezt az ügyvédek is elmondták. Hogy igaz, ez még csak egy fokú ítélet, tehát itt még várjuk meg a végét, és nem is lenne szerencsés erről így konkrétan bármit nyilatkozni. Amit szerintem képviselő elmondott, hát sok olyan dolog van, ami szerintem úgy van, de nem biztos, hogy ez valóságnak megfelel, ez, ez nyilván a pernek a tárgyát is képviseli. Én azt gondolom, hogy ezt majd a végső ítélethirdetéskor érdemes ezeket átgondolni. Azt viszont sajnos el kell, hogy mondjam, és ezt nagyon sajnálom, hogy mi nem kaptunk tájékoztatást a per anyagáról. Ugyanis októberben, amikor a képviselőtestület előtt volt ez a napirenden, hogy ilyen eljárásokat indítanak, akkor nem csatolták, hogy mit fognak majd beadni. Ez később, februárban született meg. Mi kíváncsiak voltunk, hogy mégis akkor miről szól a per, mi van ebbe a per anyagba. Ezért én június 1-én egy levélben kértem jegyző urat, hogy hát sokat hallani a Budási perről, és akkor pár nap múlva rá volt a tárgyalás, hogy a perranyagát küldje át nekem, hogy mi is megismerhessük, hogy itt pontosan miről is lesz szó. És egy jó darabig nem kaptam választ sajnos. Felhívtam hogy telefonon is, hogy hát mikor kapom meg a peronyagait. Azt mondta, hogy már előkészítik, dolgoznak a dolgoz, az anyagon, összerakják. 18-án, 18, 18 nappal később, nem tudom mit csináltak 18 napig, kaptam egy ilyen választ. Ezt látható, még egy A4-es oldalit sem tölt meg. Ennyit tudhatunk mi a perről. Ez a peranyagot nyilván nem tartalmazza, mert több-több oldal. És azután sem, és továbbra sem kaptam semmi olyan kéregítő választ, sem a peranyoka, sem azt, hogy milyen döntés született. Mi is csak a sajtóból értesültünk a per kapcsán a dolgokról, és ezért elég nehéz a sajtóból jövő értesülések alapján nyilatkozni, ezért nem is szeretnék nagyon belemenni. Az látható volt, hogy az országgyűlési képviselő többször is kérte Wittinkoff Tamás Budőrsváros polgármesterét, hogy a számára fontos adatokat adja ki, ossza meg vele, mert akkor ő is tudna Budőrsváros érdekeit képviselni, és ha úgy látna, akkor nyilván minden áron küzdene azért, hogy Budőrsnek iga igaza, legyen, hogy ebből nem pert kell ilyen indítani, hanem esetleg módosítani lehessen ezeket a törvényeket, hogyha nem megfelelőek Budősváros számára. De Fideszesként ön most örül, mert hogy pénz áll a házhoz, vagy nem örül, mert hogy a Fidesz kormány tervét, amiben Budaörstől jó sok pénzt el akar venni, azt nem sikerül végrehajtani. Egyrészt mi budaörsiek vagyunk nyilván, örülünk, hogyha a városnak több pénze marad, mindig, mindig örülünk, de ez egészen másról szól itt az a kérdés, hogy ha az országgyűlési képviselő időben megkapja az, az adatokat, akkor tudták volna módosítani a törvényt. Na most Itvinkov Tamás azt nyilatkozta több alkalommal és hogy mindent odaadott, minden ilyen dokumentumot rendelkezésre bocsájtott, és hát ez egy átlag budajosi polgárnak furcsa lehet, hogy az országgyűlési képviselő azt mondja, hogy nem kapta meg, a polgármester azt mondja, hogy de hát ő mindent átadott. Csak az az érdekes, hogy a országgyűlési képviselő úr összeszedte ezeket a megjelent cikkeket, és ott különböző számok jelentek meg, ahány cikk, annyiféle szám jelent meg, majd úgy tudom, azt is az egyik tudósításból olvastam, hogy a PER tárgyalásakor is felmerült, hogy akkor mégis mennyit költött Budaörs az iskolákra, és itt hosszas számolgatás következett, tehát mégsem tudták megmondani ott azonnal. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a város ezeket az adatokat kiadja az országgyűlési képviselő úr részére. Én azt gondolom, hogy minden olyan döntés, ami a városnak plusz pénzeket jelent, az, az nekünk is jó, és annak nekünk örülnünk kell de azt gondolom, hogy sokkal tisztább és egyszerűbb út lett volna, hogyha a város érdekeik úgy képviseljük, hogy az adatkérésre teljesítjük a válaszsal a megfelelő lehetőségeket képviselő úr itt hogy egy folyamatban lévő perről van szó, hál' Istennek folyamatban lévő perről van szó, nagyon helyes volt, hogy elindítottuk ezt a pert, ezt az első ítélet már mutatja, ne feledjük, hogy a fideszes képviselők le akarták beszélni a képviselőtestületet arról, hogy egyáltalán perinduljon, tehát az, hogy egyáltalán van miről most beszélni, az azért van, hogy szemben azzal az állásponttal, amit a Fidesz képviselt, hogy ne pereljünk, pereltünk, és, és, megszülethetett ez az ítélet. Az, hogy az adatok mennyire nyilvánosak, ugye, hát maga a per egészen nyilvános, valóban ugye sajtótudósítások is vannak, mert a sajtó is ott lehet, de akár maga képviselő úr is ott lehet, bennülhet a tárgyaláson, minden megismerhető, ez teljesen nyilvánosan zajlik. Az pedig, hogy milyen adatokat hogyan adott át polgármester úr, abban elmondta az álláspontját, átadta ezeket az adatokat. Számomra kicsit furcsa ez a helyzet, hogy az az országgyűlési képviselő, aki képes volt úgy igennel szavazni egy törvényre, hogy, hogy fél órával, éjfél előtt adták be, és pár nap múlva már törvény is, is lett volna, utána nem hajlandó kiállni Budaörs mellett több mint fél éven, sőt, lassan egy éven keresztül, mert azt mondja, hogy nem ismerhet adatokat. Hát miért szavazta meg ezt a törvényt, akkor sem ismerte ezeket az adatokat, az ő álláspontja szerint persze azóta megkapta, de hogyha akkor nem ismerte ezeket az adatokat, akkor miért szavazta meg ezt a törvényt? És azóta pedig eltelt egy év, azóta még több adatot megismerhetett, azóta sem állt ki, azóta sem mondta azt, hogy ez egy rossz törvény, azóta sem nyújtott be egy javaslatot, hogy vonják vissza ezt a törvényt, hogyha valóban Budaörsöt képviselni, akkor egy éve lett volna arra, hogy megtegye ezt. Ugye itt ez is érdekes, és ez nem a pernek a közvetlen része, de hogy Budaör, van olyan település az országban, amelytől még többet vesznek el, mint Budaörstől, azt hiszem Győrtől, de e, arra a településre sokkal-sokkal több állami támogatás érkezik, mert hogy azt mondja a kormány, hogy egy olyan várost fejleszteni kell, ahol fejlődik az ipar, ahol fejlődik a szolgáltatás, a kereskedelem, tehát támogatni kell ezt a települést. Budaörs esetében viszont azt mondja, hogy ez már nagyon fejlett, ezt a települést nem kell támogatni, innen el kell venni. Igaz az ítélet, az nem erről szól, hanem arról szól, hogy a saját bevételek terhére nem lehet pénzt elvonni, a Budaörsi önkormányzat nem támogathatja az államot. Valóban, hát egy olyan helyzetet látunk, hogyha ha van sapkája, az a baj, ha nincs sapkája, az a baj. Ugyan a pernek nem része, de, de elhangzott a, a tárgyalások folyamán ez is, hogy győr, mint egy kiemelt példa, akik ugyan kétszer annyi, annyit kell, hogy befizessenek, de egy négyes fél ötször akkor a településről van szó egyrészt, másrészt 2010 óta, 210 milliárd forintnyi támogatást kapott a kormánytól Győr, még Budajas pedig semmit. És jól látható, igen, ezzel a hamis érveléssel, hogy hogy, hogy, ugye mivel, hogy mennyivel hozzájárul Buda, a nemzet, illetve Győr a nemzetgazdaság egészéhez, ezért érdemes támogatni. Buda is hozzájárul a nemzetgazdaság egészéhez, ugye a Budajsi cégek nagyon sok adót fizetnek, nagyon sikeres vállalkozások vannak itt, mégis nem ez az érvelés hangzik el, hanem az, hogy Buda túl jól teljesít, ezért vonjunk el tőle. Bocsánat, csak Képviselő, akkor nyilván tisztem a dolgokkal, én nekem sajnos csak ez a, az A4-es oldalnyi tájékoztatás jutott. Itt írja, hogy időközben, június 12-én bejutásra került az állampolgári jogok biztosítá, biztosítá, biztos, biztosához a beadványunk. Ez mit tartalmaz? És ezt megelőzően június 7-én az ön, önkormányzatot képviselő ügyvédi iroda az alkotmánybírósághoz Ar is fordult. Vagy akkor mi történt itt? Ez milyen fordulat? Mivel Egyáltalán nincsen fordulat, hogyha képviselő úr elolvasta volna azt az előterjesztést, amit nem szavazott meg, abban pontosan szerepelt, hogy nem csak polgári peres úton fogunk ugye kiállni Budaörsért, hanem egyéb csatornákon is minden lehetséges jogi csatornán kiállunk. Ezért az Alkotmánybíróság, ezért az Ombudsman, és hogyha úgy kell, akkor majd Strasbourg is. Tehát ezt tartalmazza ez a tájékoztatás, amit megkapott képviselő. Konkrétan úr. mi, vagy ugyanaz, mint a per. Azt konkrétan mi az, hogy... mit tartalmaz, hogy? Uh, ugye megkapta a tájékoztatás arról, hogy belettek adva ezek, a, ezek az indítványok. Az, hogy ezek konkrétan melyik esetben mit tartalmaznak, nyilván ugye az érvelés az hasonló kell, hogy egy legyen. megfogalmazna nekem, akkor sokat. Én, az... ne, én, arra nem vállalkoznék, de hogy gondoltabban fogalmazzak azt meg, meg eléggé összetett, bonyolult bírósági beadványokat. Nagyon remélem, hogy nem egy mondatot tartalmaznak azok, De csak beattunk. egy mondatban a nézőknek, hogy értsék, hogy akkor mi lett benyújtva ugye mindegyik jogi csatornán más-más módon kell, ugye, hogy kiálljunk Buda ősért. Ezért ezek eltérhetnek egymástól, arra megkapta minden képviselő a tájékoztatást, sőt, ugye maga az a képviselőtesületi határozat adta ki az utasítást, hogy er, ezekre a különböző csatornákon mind, mind kiálljunk Budaörsre. Most se tudtuk meg, hogy mit tartalmaz, de hát értem, Menjünk mint... egy picit előre, mert engem az sokkal jobban érdekel, hogy mi történik majd most, és ez nem a jogi csűrcsavarás, és nem kell jogásznak lenni. Most tehát 756 millió forintot ítélt meg a törvényszék, és hoz majd egy újabb ítéletet januárban a további hónapokról. Nagy valószínűséggel ezt a 2,1 milliárd forintot visszakapja a Buda Össz, de első fokon utána feltehetőleg lesz egy másodfok. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez a pénz megérkezik Budőr számlájára, de hét lakat alatt törzik majd, nem merik elkölteni, mert hát ha lesz egy másodfok ítélet, amiben mégis elveszik a várostól, nehogy aztán csődbe menjen a település. Vagy ha megérkezik a pénz, örülünk neki, gyorsan elköltjük, aztán ha mégis el kell vonni, akkor felteszük a kezünket, hogy nincs miből fizetni. Szóval mi jön most? Mi sosem úgy álltunk Budaös pénzügyeihez, hogy ha valami beérkezik, akkor az gyorsan, minél hamarabb költsük el. Ugye ezt, ezt gyakran fel is róják nekünk, hogy konzervatív módon tervezzük a költségvetést, mindig inkább kicsit lőjünk alá a dolognak, és maradjon pénzmaradvány, amit majd a következő évben el lehet költeni, de olyan pénzt ne költsünk el, ami még bizonytalan, hogy valóban létezik-e. De ez, biztos ennek, ez a, biztos. ennek a pernek a... Az, hogy konkrétan pénzügyi teljesítések mikor történnek, az egy még inkább összetett kérdés, ami, amiről nagyon nehéz lenne jogászkodás nélkül beszélni, és én erre nem is, nem is vállalkozom. Tehát nincsenek ilyen tervek, hogy akkor elköltsük ezt a pénzt. Csak. Igen. Figyel. picit azért ez a dolog, föl van fújva, nyilván értető, 2018-ban választások lesznek, és hát a volt EZSZ-es ügyvédő a város polgármestere, de. A, Emlékezzünk vissza, amikor 6 milliárdos adóssága volt a városnak, 6 milliárd, és nem 700 millió, nem 2 milliárd, akkor volt-e olyan városban, aki ezt érezte, hogy a városnak van egy ilyen adóssága, és volt -e olyan, aki érezte, hogy ezt az adósságot az állam átvállalta? Vagy kiállta a polgármester úr, és megköszönte az államnak, hogy hát igen, a 6 milliárdos adósságunkat átvállalták. De volt olyan év, amikor az iparűzési adóbevételünk 1 milliárd forinttal csökkent, sőt ennél többel is. Most az utóbbi években inkább nőtt az adó adóbevétel, nagyjából 1 egy 1 milliárd forinttal az utóbbi években nőtt az iparúzési adóbevételünk. Tehát azért itt elég jól megy jelenleg a városnak, és ezek az összegek nem annyira meghatározó összegek, tehát itt nem fog összedőlni azonnal a város, hogyha 700 millió kiesik, mert 4 milliárdos maradványa volt, hiába nézni, nem képviselő úr, 4, 4 milliárdos maradványa volt az előző évből. Tehát De azoknak az össze... feladattal terhelt, nem? Tehát eldöntöttem a abból... hogy akarja. Követeni. Abból most nem akkor hülyeséget mondani, hogy két miatt valamennyi szabadon felhasználható volt. Tehát azért nincs itt ekkora vész, azt gondolom, és elég komoly adósságunkat vállalt át az állam, akkor nem álltunk ki, nem csináltunk ebből ekkora ügyet, mint most ebből a szolidáltás hozzájárulásból. Én ezt eléggé döbbenettel a hallgatom. Tehát, hogy amikor valaki aki egy városnak önkormányzati képviselője, és esküdtett arra, hogy a város érdekeit képviseli, és nyilvánosan úgy érvel, hogy van itt még pénz, eh, eh, ahonnan ez jött, és hogy ez nem is fog annyira hiányozni a városnak. Tehát ez, ez számomra egészen elképesztő és, 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 és minősíthetetlen. Vissza is ugornék arra a részére, hogy érezhető volt-e, amikor adóssága volt a városnak. Azért nem volt érezhető, mert mindig felelősen vett fel a városvezetés hitelt, úgy vett fel hitelt, hogy az valóban ne legyen érezhető akkor, amikor teljesítjük ugye a folyamatos kiadásainkat, a város üzemeltetésében, a megszokott szolgáltatási színvonalban azt nehogy kockáztassa, csak úgy vegyünk fel hitelt, hogy az nem jár jelentős kockázattal. Ugye ez Budaörs meg is tehette, mert jó adós volt, mindig alacsony kamatra kapott hitelt, és olyan beruházásokra vettünk fel hitelt, amik később megtörtént, meg tudnak térülni. Az igaz, hogy történt egy állami adósságátvállalás, ami természetes, hogy jól jön a, a városnak, de ne feledjük, hogy Budaörs ezt a hitelt anélkül is tudta volna törleszni. Ettől még persze, persze, jó, hogy ez így van de lássuk azokat az egyéb városokat, ahol felelőtlenül költöttek, ahol többek között ugye fideszes önkormányzatok gyakorlatilag csüttszélére juttattak jutottak városokat azok nyilván sokkal jobban jártak ezzel, rá is szorultak, Budaörs nem szorult rá, de természetes, hogy jól jött ez az, az, a ráadó az, ráadó az, ráadó. az Igen, az, hogy volt olyan hogy egy milliárddal csökkent az iparüzési adóbevételünk, és hát nem csinált ebből akkora ügyet a városvezető polgárság. Nyilván itt politikai érdekek is vannak a háttérben. Bo bo bocsás, de bocsáss meg, bocsáss meg, de, de, de mert ez az, hogy ugye az adóbevétel hogyan változik, az a gazdaság egészétől, illetve a helyi gazdaságtól függ. Az egy Adottság nyilván a város tehet azért, hogy fejlődjön a gazdaság, de mégis nagyon sok külső tényező meghatározza. Most jól értettem, hogy képviselő úr ezt összehasonlítja azzal, hogy fideszes képviselők hoznak egy törvényt, amiben elvesznek 2,1 milliárd forintot. Tehát, hogy ne, ne, nem látja képviselőre a különbséget, aközött, hogy vannak gazdasági folyamatok, például egy gazdasági világválság, és ezért kevesebb bevétel jut egy városnak, és aközött... Hogy, 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 önök úgy döntenek, hogy elveszik ezt a pénzt a budaörsiektől? Azt el... hittem, hogy már arról fog beszélni képviselő úr, hogy most a gazdaság fejlődik hát a Fidesz van a kormányon, de nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy elmentek olyan nagy adózók, akikkel lehetett volna esetleg jobban figyelni, vagy jobban kapcsolatot teremteni, vagy megkérdezni, hogy miért mennek el. Na, most egy, egy ilyen nagyobb adózónak az le az egymilliárdos kiesésbe. Került a városnak, akkor ebből nem csinált ekkora problémát a város polgármestere. Hát most viszont nő az iparüzési adóbevétel. Ugorjunk Jó, egyet, és ha már, ha már hitelről volt szó, kapott a kormányt a budős, hogy hitelt vegyen föl. Ebből a legnagyobb beruházás a Zombori utcai idősek otthonának a bővítése lesz. Nagyjából egy fél órával ezelőtt volt itt Bírógyula alpolgármester tőle, és azt kérdeztem, hogy miért kell ezt önkormányzati beruházásban megvalósítani, és főleg hitelből. Miért nem mondja azt az önkormányzat egy cégnek, hogy építsd fel, majd én kvázi bérbe veszem, tehát adok támogatást a használatához, és old meg úgy, miért épít az önkormányzati idősek otthonát? Szerintem ezt szerkesztül kérdezze meg azoktól, akik évek óta budai családok várnak arra, hogy, 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 hogy bővüljenek a kapacitások. Tehát ez, ez azt hiszem egy eléggé ismert probléma, hogyha kicsit magam felé hajolhat a kezem, az én választókerületemben különösen sok idős ember él, és igen, az egy napi probléma, hogy a család mégis közel tudjon maradni egymáshoz, együtt tudjon lenni, legalább Budaörsön tudjon lenni, és igen, évek óta nagyon hosszú várólisták vannak az idősek otthonában. Az, hogy, hogy bővíteni kell az idősek otthonát, az egy, az egy évek óta meglévő döntés, és az, hogy ezt mikor tudjuk megvalósítani, csak az volt a kérdés pont itt jön be az, hogy 3 millió forint összegig a, fogunk segítséget kérni a közbeszerzéshez, ami volt szó a képviselőtestületi ülésen, de hogy miért az önkormányzat építi, nem tudom őszintén szólva, meg nézni a lehetőségeket, fele? hogy... Ön egyetért vele? Én talán esetleg kiírnék inkább egy pajtát. Nyilván nem vagyunk abban a helyzetben, hogy itt ö, ö, mérlegeljünk, de ha rajtunk múlna szerintem kiírnánk egy pályázatot, és megnéznénk, hogy mi, kik a jelentkezők, és milyen ajánlatokat tesznek, és utána mérlegelnénk, hogy lehet, hogy az önkormányzati kézben jobb. Például az egészségügyi központnál kifejezetten mi mondtuk azt, hogy inkább önkormányzati kézben maradjon, miközben az állam elveszti tőlünk az iskolákat, megy folyamatosan, a az egészségügyi központot magánkézbe adjuk. És erre mondtuk mi azt, hogy az egészségügyi központot ne adjuk magánkézbe, hanem azt csinálja az önkormányzat, akkor nagyobb rálátása lesz, lehet, hogy a várólisták is jobban alakulnak, hogyha a város nem gazdasági érdekeket vesz figyelembe, és nem azt nézi, hogy a magánrendelések száma minél nagyobb legyen, meg minél nagyobb bevételt lehessen ebből kihozni, hanem azt nézi, hogy a város lakóinak legyen érdeke. Nyilván az az érdeke, hogy a város lakóinak minél jobb ellátása legyen. Úgyhogy ez egy jó kérdés, amit felvetett szerkesztő úr. Szerintem egy pályázati kiírást akár megérne a dolog, egy ötletpályázat, azt nem az alapján el tudnák dönteni. Hát most már ez a ugye eldönt, tehát az önkormányzat építi, és amit képviselő úr említett, úgy döntött a képviselőtestület, hogy a Transparency international bízza meg azzal, amiért 3 millió forint plusz áfát fizet az önkormányzat, hogy a korrupciómentességet ellenőrizze. Nem olyan ez a beruházás, mintha egy kirakati beruházás lenne így. Tehát, mint amikor a gyerekeknek nekiállok és hajtogatok mondjuk 10 darab papírlepülőt, és ebből 9-et megcsinálok, majd van a gyertek, nézzétek meg, hogy én milyen jól tudok repülőt hajtogatni. Az utolsót azt szépen meg is hajtogatom, de az első kilencet azt nem mutatom meg, hogy hogy hajtogattam meg. Valahol el kell kezdeni. Itt ugye egy olyan ö, módszerről van szó, ezt integritási megállapodásnak ö, ö, nevezik, ami ö, már számos külföldi példa mutatta, hogy hogy tudja csökkenteni a a, beruházások összköltségét, és vannak magyar példák is már erre. Valóban ez az első alkalom, hogy, hogy, hogy ezt, ezt használjuk, de egy dolgot tegyünk tisztába. Budaörs ugye nagyon régóta mindent megtesz azért, hogy minél átláthatóbban működjön. Vannak különböző rangsorok, különböző felmérések, amik, amik besorolják az önkormányzatokat átláthatóság, transzparencia tekintetében. Ebben mindig is nagyon jól teljesít Budaörs, legyen szó akár csak arról, hogy ugye minden szerződés kikerül a honlapra, vagy vagyonnyilatkozatok kikerülnek a honlapra. Ebben mind-mind sokat tettünk. Az integritási megállapodás egy olyan műfaj, amit még nem próbáltunk ki. Az, hogy, hogy, ezt nem rögtön és azonnal minden egyes beruházásra, beruházásra alkalmazzuk, az szerintem helyes, hogyha már csak azt az érvelést nézzük, hogy, hogyha hogy sok ez a 3 millió forint, ami szerintem nem sok erre, hiszen egy, egy több mint 500 milliós beruházásról van szó, Uh, uh, hogyha, hogyha mégis úgy érvelnénk, hogy sok, akkor pedig játna az azért, hogy miért költünk még többet arra, hogy úgy, hogy nem tudjuk, hogy működik-e, hogy budajosan ez valóban okoz-e spórolást, akkor miért dobunk ki erre pénzt. És ez Szerint hogy, hogy okoz-e az... spórolást? Tehát azt mondja a Transparency hogy erre vagy arra nem kell annyi pénzt költeni, és akkor már megtérül? Uh, ez a módszertan úgy működik, hogy a uh, ugye nyílt közbeszerzés van szó, tehát nyílt pályázatról van szó a megvalósítás kapcsán, és a kezdetektől fogva minden egyes résztvevője ennek a nyílt pályázatnak ö, beleegyezik abba, hogy ö, hogy ez a független szervezet ö, ellenőrzi minden fázisát ennek a, a beruházásnak, már a pályázat kiírásától kezdve egészen a megvalósulásig. Tehát ez ugye akár évekig elhúzódhat, ez is indokolhatja azt, hogy miért 3 millió az a, az a 3 millió, ami egyébként egy maximális ö, keretösszeg. Yeah. Tehát minden egyes lépésben ott van ez a szervezet, minden egyes lépést ők ellenőrizhetnek, és nem csak megtehetik, hanem kötelességük is az, hogyha bármilyen fajta szabálytalanságot, törvénytelenséget látnak, akkor azonnal felhívják erre a figyelmet, és hogyha nem, is, hogyha nem történik lépés, akkor feljelentést is tegyenek azonnal. Tehát ez egy külső biztosítékot tud arra adni, hogy nem csak a megbízó, az önkormányzat van benne ebben a folyamatban, és nem csak a kivitelező, aki megvan a beruházás, hanem van a kettő között egy olyan szereplő is, aki mindenre rálát. Ha jól értem, akkor önök nem a tényel elégedetlenek, hanem csak az összeget sokalják? Igen, Zendiból, több kérdés is felmerül. Az egyik, ahogy képviselő mondta, hogy független szervezet. Mennyire ez független egy szervezet, az az önkormányzattal szemben, amelyik fizeti, már ez is egy probléma, hogy akkor, ha tőlük kapják a pénzt, akkor nyilván vannak elvárásaik, és akkor ez mennyire marad független. De a mi fő kérdésünk az volt, hogy miért pont őket, miért nem írtak ki erre egy pályázatot, miért nincs erre egy közbeszerzés, mit azért elég komoly pénzekről van szó. Erre nem kaptunk választ, sőt, a polgármestor legnagyobb érve az volt, hogy a Transparency szó az az átláthatóság. Átlát átlát Tehát ez átláthatóvá teszi a dolgokat, egy elég ilyen bugyuta kis szóválasz szóval, volt, mert ő se tudott jobbat erre mondani. Gyakorlatilag ez arról szó, hogy van egy független szervezet, amelyik ellátja ezeknek a közbeszerzéseknek a, az átláthatóságára való dokumentáció készítést, vagyis hát egy, olyan, mint amikor a dohánygyárak tanulmányokat kértek, hogy a dohányzás az nem annyira káros, azért nem, nem okoz az olyan problémákat, kicsit ezt tudnám hasonlítani, de azért, ha azt elmondom, hogy óránként 13 ezer forintot kérnek, és naponta 110 ezer forintot ö, számláznak ki, tehát ez meg a plusz áfát hozzá kell tenni. Én megkérdezem a budajosi lakosokat, hogy nincs -e köztük olyan, aki 110 ezer forintot naponta ne szeretne keresni, mert ugyanis ebből jön össze, csak ez az egy közbeszerzés, a Zombori utcai idősek otthon, amiről az előbb is beszéltünk, itt 3 millió forint plusz száfa összegig fognak ők nekünk munkát végezni, aminek, ami úgy tevődik össze, hogy 110 ezer forint plusz száfát kérnek naponta ezért a szolgáltatásért, és nem tudjuk, hogy mit fogunk kapni? Mi alapján fogjuk megalapítani, hogy ez most kevesebb lett, vagy itt több lett? Mert nincsen, mivel összevetnünk. Talán az segítene, a korábbi közbeszerzésekkel is megfutatnánk, hogy ott akkor találnak-e valami eltérést. Na, hát az is kérdés, hogy az önkormányzat ugye több ilyen közbeszerzői céget megbíz folyamatosan, meg ott vannak a belső elnőrök, hogy akkor az ő munkájukra nincsen szükség, vagy rosszul végzik. És ha már itt vagyunk, akkor föltennék egy kérdés képviselő úrnak, hogy ön szerint van-e itt Mutyi Budaörsön, ön szerint túlározottak-e a Budaörsi közbeszerzések? Egy igen, majd nemet szeretnék kérni, mert ha azt mondja, hogy nem, akkor miért fizettünk itt most 3 millió fontot? Ha azt mondjuk, hogy igen, akkor az elmúlt két és fél évben mit csináltak? Akkor jó reggelt, akkor miért most döbbentek rá, hogy túlározottak a közbeszerzések, és szükségünk van egy ilyen cégre? Mielőtt válaszol, azért én is még egyet hadd kérdezek. Azt hangzott el a testületülésen, hogy fideszes települések is éltek ezzel a lehetőséggel. Talán ószt bízta meg ugyanígy a Transparency International-t. Akkor ott is múgyi Hogy mi alapján választották ki, ezt meg kérdezni, nincsen rálátásom, Lehet, hogy több szervezetet, vagy megpályáztatták, vagy volt valami, mert itt semmilyen pályázat nincsen mellékeve, csak fogták magukat, kiválasztották ezt a függetlenci szervezetet, és velük végeztetik a munkát. Nem tudom, hogy más hogyan választották ki őket. Ugye ez a műsor, azt szoktam mondani szerkesztő úr, hogy ne azokat a vitákat így van, is ne meg, ami a testületű de úgy tűnik, hogy, 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 hogy mégis van ennek helye, mert hogy, hogy nyilván a testületű nem tudja mindenki követni, de úgy tűnik, hogy közéjük tartozik képviselő úr is, hiába is ülött új a testületű hiszen nagyon sok érve elhangzott a mellett, hogy miért ezt a szervezetet bízzuk meg. Ez a szervezet nagyon sok munkát végzett már külföldön és belföldön is, Kolumbiában például 50 5 kötője, kötője a 60 kal sikerült csökkenteni ezzel a módszerrel a, a beruházásoknak a költségét, de a milánói metró példáját is említettem, a 227 millió dollárról 90 millió dollárra sikerült levinni, hogy hogyan, és akkor ismét elmondom. Tehát itt nem arról van szó, hogy lehetne visszamenőleg ö, ö, ellenőrizni, erre nyilván megvannak az állami szervek, amik szükség esetén ellenőriznek is. Ez a módszertan úgy működik, hogy amikor dönt egy önkormányzat, vagy egy kormány például egy beruházásról, akkor ugye megállapodnak a felek, megállapodnak ezzel a szervezettel, illetve azokkal, akik később pályázni fognak, hogy folyamatában, tehát az egész eljárás folyamán van lehetősége ennek a szervezetnek mindennek az ellenőrzésére. Itt visszamenőlegesen ez, ez nem történhet. Az pedig, hogy azt, azt pedig teljesen nem értem, hogy itt ugye nem csak önkormányzatokról van szó, hanem magáról a kormányról is, ezt is ahogy a testületi elmondtam, az M6-os autópálya beruházásánál ugyanezzel a szervezettel kötött megállapodást tavaly a kormány, ugyanebben a konstrukcióban arra, hogy ellenőrizze azt a beruházást, tehát... Nem értem, hogy, hogy itt mi a kifogása a képviselő úrnak ezzel kapcsolatban. Ennek a szervezetnek van ez a szolgáltatása, ez a szervezet sikeresen nyújtotta ezt a szolgáltatást eddig is, és nagyon reméljük, hogy itt is működni fog ez a módszer. Az, hogy mégis hogyan csökkenhet a, 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 egy, egy beruházás összege. Ugye készülnek becslések, még mielőtt akár egy, egy pályázatot, Kiírnánk, ez minden esetben így ö, történik. Van egy megbecsült összeg arra, hogy mi mibe kerülhet ö, ö, egy egy beruházás, Jelenleg hogy a hitel ö, ö, keret. Kapcsán 500 millió az, amit erre elkülönítettünk, de az is igaz, hogy például ez a becslés jó pár évre visszamegy, hiszen már említettem, ezt a bővítést már évek óta tervezi az önkormányzat, már akkor készült egy ilyen becslés, azóta nyilván növekedtek egyrészt az építőanyagárak, azóta nyilván növekedtek a bérek is, tehát ennek a költsége megint csak följebb tudna menni. Amit meg szeretnénk nézni, hogy, hogy e, teljesen ez az építőanyagár anyagár, indokolja -e, például a bérköltségek indokolják-e, vagy esetleg e, a különböző pályázók még jobban megpróbálják felsúfolni ezeket az árakat, azt reméljük ettől a megállapodástól, hogy ezt tudja csökkenteni. Meglátjuk, még nem kaptunk választ, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy ed eddig túlerzottak voltak vagy sem. De nem mindegy, de látom, hogy Desik. Mondom, hogy szívesen. Azt ba, jön, az... Buda az elmúlt évtizedekben számos beruházást elvégzett. Ezek között ugye nagyon sok beruházás volt, kérdés, hogy ezek mennyire összevethetők, Amit mi biztosan szeretnénk tudni, az az, hogy a lehető legkisebb áron kapjuk a legjobb szolgáltatást. Erre szeretnénk egy ilyen garanciát látni, hogyha megnézzük a nagyságrendeket, akár ezt a ezt az 500 milliós keretösszeget. Ennek ugye kevesebb, mint 1 a az a 3 millió, amit rászánunk arra, hogy, hogy tudjuk ezt csökkenteni. Korábban jóval nagyobb beruházások is voltak, ez egy nagyon alacsony összeg, ez a 3 millió forint ahhoz, hogy megtudjuk, hogy csökkenthető-e, és természetesen csökkentsük is ezt a, az 500 millió forintot. Jó, meglátjuk. Még néhány apró témát hadd vessek föl. Vittikó Tamás polgármesternek megszavaztak három havi jutalmat. Korábban, amikor a Fidesz volt többségben, akkor sohasem szavaztak meg a polgármesternek jutalmat. Most, amikor már a BFE van többségben, a BFS többség megszavazta, de önök mindig azt mondták, hogy nem érdemli meg a polgármester. Hát most megérdemli, most például megnyert Budőrs egy pert, és bejött 756 millió, és ennek még a többszörösen jön majd be az év végén. Tehát akkor most egyet értenek azzal, hogy kapjon jutalmat a polgármester? Pont idén emelték a polgármesteri fizetéseket, és azt is néztük külön, hogy volt-e valami plusz, amit a polgármester úr elvégzette, és abban az előterjesztésben, hát a perről abszolút nem volt szó, de gondolom ez még bőven előtte lett beterjesztve, semmi olyan plusz feladat nem látszott, ami a polgármesternek ne lenne amúgy is a feladata, és amit amúgy is el kéne látnia. Plusz az hozzá tett, hogy egy kicsit furán néz ki, és én nem lennék a polgármester helyében, amikor a nyugdíjas szervezeteknek nincs még 6 millió forint plusz, viszont neki ö, nagyjából fél évente plusz 3 millió forint utalom jár, miközben a nyugdíjas szervezetek nem kapják meg azt a pár millió forintot, amivel ki tudnák egészíteni az éves működésüket. Budaörs egy sikeres település. Megtehette eddig is, és meg is lesz, hogy az intézmény vezetőket is jutalmazza. Nyilván az, az nem is kérdés, hogy, hogy egy jutalom, azért, hogyha valaki egy munkát sikeresen, eredményesen végez. Szerintem az nem kérdés, hogy Budaörs városvezetése sikeres, és polgármester úr megérdemli ezt a jutalmat. Ha azt veszük, hogy mennyi mutyiról volt szó az utóbbi időben, hát a polgármester helyében én inkább lapítanék, és nem jutalom, miért tartnám a markomat, mert amilyen mutyigyanús ügyetek volt, vagy ha azt nézzük, hogy az egészségügyi központ hogy bedölt, és ezt saját szóval maguk ismerték el az előterjesztésükkel, hogy a betegellátás veszélybe került, és ezért kellett átmeneti szolgáltatót hozni, én nem tudom azt mondani, hogy utalmat érdemel, és akkor sem tudom, azt, gond, azt gondolom, hogy egy polgármester mondja azt, hogy amíg a nyugdíjasoknak nem tudjuk odaadni azt a pénzt, és itt pár millió forintról van szó, mikor itt három millió forint megy el egy közbeszerzésnél, akkor azt gondolom, hogy amíg az a pár millió forint nincsen a nyugdíjas egyesületeknek odaadva, addig nem célszerű a saját magának jutalmat osztani. Valami viszont válasz, gyorsan? <laughs> gyorsan, gyorsan. Üm, ugye a Elmondtam, hogy az intézményvezetők megkapják a jutalmukat, megkapják a jutalmat a budaörsi pedagógusok is, ugye próbáljuk fenntartani ezt az összöndíjrendszert. Az, hogy polgármester úr sikeresen vezeti a várost, az, az, az számomra nem kérdés. Az pedig, hogy azzal magyarázni, hogy nem szavazunk jut, meg jutalmat, hogy sok mutyiról van szó, azért van szó sok mutyiról, mert mindenhol mutyit kiállt a, a, a képviselő úr, mindenfajta bizonyíték nélkül soha semmilyen esetben semmi konkrétumot nem tudott erre mondani. Szóval kicsit önmaga farkába harakú kígyónak érzem ezt az érvelést, hogy sok mutyiról van szó, és akkor ezért ne legyen jutalma a polgármesternek. Szerintem a budaörsek pontosan tudják, hogy miért érdemli meg polgármester úr. Na, beszéljük egy kicsiket vagy. még másról, mert elszaladt az időnk, még két rövid kérdést hadd tegyek föl. Az egyik egy kicsikét vicces. Székeket vesz az önkormányzat a rendőrségnek, így döntöttek róla, és megteremtették hozzá az anyagi hátteret. A másik pedig a röplabda szakosztály jelezte, hogy hát nekik még most évközben nem elvitatva az ő eredményeket, 10-12 millió forintra lenne szükségük, hát 3,9 milliót meg is szavazott nekik a képviselőtestület. Ez hogy van? Kezdeném a székekkel, mert eléggé prózai oka van a dolognak. Ugye a Budaörs támogatja a, a, a helyi rendőrséget, erre e, e, ugye van egy elképzelésünk, hogy ez hogyan tudna jól működni, akkor, hogyha önkormányzati rendőrség lenne, polgármester úr már évtizedek óta érvel különböző fórumokon, amellett, hogy ez miért tudna e, jól működni. Sajnos nem működhet, a törvények nem teszik lehetővé, ezért különböző egyéb módokat találunk arra, hogy hogyan tudjuk támogatni a helyi rendőrséget, azért nyilván, hogy a közbiztonság jobb legyen. Na de ez itt a konkrét. Feladat. Igen. hát Hogyha mi nem nyúlnánk ahhoz, ami állami feladat Budajersen, akkor azt hiszem nem itt tartana ez a, ez a város. Mindig is sokkal többet tettünk annál, mint ami törvényileg kötelező lenne, és szerintem helyes, hogy, hogy ezt így tesszük. Mondhatnánk azt is, hogy a pedagógusok fizetése az is állami feladat. És nem adnánk ösztöndíjat, mi úgy gondoljuk, hogy helyes, hogy adunk ösztöndíjat. A konkrét eset valóban kicsit viccesen hangzik, hogy az önkormányzat veszi meg ezeket a székeket az indokolja, hogy a rendőrség eljárása eléggé bonyolult és vontatott és összetett. Az volt a rendőrség kérés, hogy ne a megyén keresztül kelljen beszerezni ezeket a székeket, hanem ezzel is segítsük az ő munkájukat, hogy, hogy gyakorlatilag az önkormányzat veszi meg ezeket a székeket és adja át a rendőrségnek, egy egyszerűen bürokrácia kerülő oka van ennek a döntésre. Röplabdások kapnak 3,9 milliót. Sporttámogatás, igen. A polgármester elmondta már, szintén, hogy igen. Messze magasan támogatja Budős a sportot, most még hozzátett. Igen, valóban 12 milliót igényelt az Egyesület, ebből úgy gondolta a képviselőt hogy 3,9 az, amit, amit meg tudunk adni. Ennek a részleteit most, most nem tudom felidézni, hogy pontosan mi az, amire kérték, és miért volt indokolt pont most ez az összeg. Ön egyetért ezekkel a döntésekkel? Mi a, a támogatásánál tartózkodtunk, mert azt gondoljuk, hogy kicsit nem átlátható most már itt ez a sportfinanszírozás, ezzel kapcsolatban volt is egy előterjesztésünk, úgyhogy inkább jobbnak láttuk ezt tartózkodni. A rendőrségnél meg úgy tudom, hogy ez egy átcsoportosítás volt, tehát az amúgy is megkapott támogatás volt, tehát ezzel abszolút egyetértettünk, és ezzel semmi gond nincs. Meg ahogy a Simendi képviselő is szerintem az semmi kivetni volt, nincs, hogy az önkormányzat támogatja, hogyha megteheti az a rendőrséget is. Úgyhogy azzal mi is egyetértettünk. Na végre valami, amiben egyetértettek, sikerült ide a vita végére eljutni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm, szépen. Máskor is ez a műsor legközelebb majd szeptemberben jelentkezik, amikor újra lesz úgynevezett rendes testületi ülés, mert hogy azok után tartunk ilyen vitaműsort. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!